Bot Krisztina sporttáncosként kezdte pályafutását. Táncpartnere férje lett a későbbiekben, és együtt sporttáncklubot nyitottak Kolozsváron. Sok éve tanítják táncolni a gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Versenytáncosokkal foglalkoznak, és olykor táncesteket is szerveznek a műfaj kedvelői számára. Krisztina a régi munkahelyét is megőrizte, az egyik kolozsvári kórház hisztopatológiai laboratóriumának munkatársa. Mindezek mellett maradt ideje és energiája valami mással is foglalkozni, hódolni mindenkori hobbijának, táncos színpadi előadásokat rendezni híres musicalekből. Én ebben tudom kiélni magam, és érzem, hogy valamit tudok hozni, és valamit nyújtani a nézők fölé, és ez a musical, ez az én oldalam, engem ez, ami teljesen jellemez. Előbb a My Fair Lady, majd a Mary Poppins tánc előadása került színpadra. Sporttáncos tanítványaival dolgozott, kicsikkel és nagyokkal egyaránt, és mindannyiuknak sikerült átadni a lelkesedését. Néhány évvel ezelőtt Krisztina gondolt egy nagyot, és beiratkozott a Zeneakadémia rendező-koreográfus szakára. Ezelőtt 6 évvel már gondolkodtam rajta, hogy részesen legyek a Zeneakadémiának, tudván, hogy van ez a szak, amely már elég régóta indult, a rendező-koreográfus szak, és akkor ezt nagyon szerettem volna megvalósítani, és persze, hogy mint kiegészítés az én tudásomban, amit eddig itt a táncstúdióban vittem, ez lett volna egy plusz. A vizsga előadásod lesz ez a musical, amelyet a jövő héten láthatunk a Magyar Operában. Miért a muzsika hangját választottad? Hát valahol már nagyon rég szerettem volna ezt a musicalt megvalósítani. Lévén az első 2 musicalem, ami volt, a Mary Poppins és a My Fair Lady, ez is ott motoszkált a gondolatban, hogy valamikor meg kell ezt is koreografálni, és hát, hogyha már így keletett, hogy a licensz előadás legyen valami durranos, akkor ezt úgy éreztem, hogy ez az, ami meghozná a gyümölcsét az egésznek. Nagyon sokoldalú egy ilyen előadás megszervezése, tehát úgy koreográfia szempontból táncosokat felkészíteni, mint színészeti szempontból, szóval gyerekeknek átadni azt, amit kell érezzenek és kell nyújtsanak a táncuk mellett, plusz a háttér, plusz a fények, plusz minden, ami jár egy ilyen nagy előadásra. No és kiket láthatunk majd színpadon? Ugye tudjuk, hogy táncoktatással foglalkozol a férjeddel együtt nagyon sok éve. Vannak kiskorú csoportjaitok, nagyobb korosztály is jár hozzátok, vannak versenytáncosaitok. Kik szerepelnek majd ebben az előadásban? Hát ebben az előadásban úgy választottam, hogy a nagyja része a táncosoknak azok mind a versenycsoport tagjaik, úgy kicsik, mint nagyok, szóval már van egy táncos hátterük, már egy megalapozott tánc alapjuk van, amit egyesek már 10 éve sajátítottak el, a kisebbek, akik mondjuk 8 évesek, azok vagy 3-4 éve. Szóval az alapja mindegyiküknek megvan, és ők mind a sportklubnak a részesei, a versenytáncosok. Mennyire követi a koreográfiád a musicalnek az alaptörténetét? Hát 100%-osan követi. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy vegyem a filmnek az igazi történetét, vagy vegyem azt a történetet, ami a film mögött áll, mert mint tudjuk, vagy egyesek nem tudják, most el fogom árulni, hogy az igazi történet az teljesen más, mint amit a filmben látunk, mind a szereplők száma, mind ami történt a főszereplők között. Hát én megtartottam, ahogy volt a filmben, úgy megtartottam az elemeket, a hangokat, a betéteket, tehát mindent megtartottam, ahogy ott volt. A muzsika hangja táncos színpadi előadás Bot Krisztina koreográfiájában és rendezésében április 17-én este 7 órától lesz látható
a Kolozsvári Magyar Operában. Több mint 20-an vagyunk, hát meg szeretném köszönni nekik azt az időt, amit befektettek ebbe az én dolgozatomba, mivel hogy ez egy plusz dolog volt nekik, és nagyon nagy szeretettel és odaadással nyújtották, és mindezt tették először is értem, és utána pedig magukért.